Sziasztok, üdv mindenkinek, én Sebestyén Imre vagyok. El is érkeztünk a mai kis videóban a csiszolás alapozáshoz. Erről is volt már videó, de újra átbeszéljük az egészet. Tehát először is, mikor másodol az ember, kész a másodolásod, utána a legfontosabb dolog a csiszolópapír erősségének megválasztása, ami azt jelenti, hogy anyagtól függően kell a csiszolópapírod megválasztanod. Na most. Tehát, ha egy ilyen lágyabb anyaggal dolgozol, ami nem annyira kemény, ugye bár gyártótól függ, hogy melyik anyag mennyire kemény, akkor minél puhább csiszolóvászont használj. Én egy 100-as használok, mert hogyha nagyon erős, durva csiszolópapírt választasz, akkor összekarcolod, mert hogyha közelebb jön a kamerásnác, látjátok, lényegében másodás után ilyen kis, szinte semmi válla nincs egyébként, inkább színbeli eltérés van. Itt van egy picit nagyobb válla, ezeket kell eltüntetnünk a csiszolással. Itt én már próbálgattam, látjátok, a 100-as papír is egy kicsit összekarcolja. Tehát ki kell megcsiszolnunk. Egyébként többen kérdeztétek, hogy mennyit viszel a nemes vakolat, elég sok mindent el tud vinni a nemes vakolat, tehát ezt is simán elvinni, csak én most súrlófénynél csinálom, hogy esetleg még súrlófényben sem legyen semmi gond. Tehát megfogod, szépen megcsiszolod, addig csiszold, még el nem tűnik ez a kis domb. Ugye bár egy színezés után lesz felrakva a párkány, abban az esetben mindig rakjatok élvédőt a párkányra, hogy majd jön a, ez legyen szépen vízszintben, és ha majd jön a párkányos, akkor ő csak erre rányomja, és így nem lesz lyuk a párkány alatt. Hogyha lesz is egy nagyon minimális, amit egy kis akrillal kis pici javítás által ki lehet javítani, ami nem lesz feltűnő, de ha nem raktok élvédőt, nem csak úgy nagyjából megcsináljátok, akkor előfordult, hogy felrakják a pakent és lyukas lesz alatt, és utána már egy komolyabb javítást nem tudsz csinálni, mivel már le lesz színezve a falad, úgyhogy ezt érdemes szem előtt tartani. Ugye bár még nagyon fontos az élek, ezek az mindig jól csiszolják. Oké, srácok, lényegében most nagyon csiszolgatni nem kell. Mondom, ez simán elviszi a nemes, ha egy szépen lemásoljátok, akkor nem lesz vele baj. A következő lépés, ugyebár az alapozás. Arra figyeljetek, ezt mindig elmondom minden videóban, hogy halálból nem érdemes fölhígítani az alapozót. Kelhető állaga legyen, ugyebár a tévhitekkel ellentétben az alapozást is szépen ki kell gurítani. Mert láttam már sajnos olyat, hogy össze-vissza volt, ilyen mázgás volt, folyásos volt az alapozás is. Érdekes módon kiütött a nemes vakolás alól. Kicsit ilyen, mint hogy befoltosodott volna, úgyhogy fura volt, mert elvileg nem szabadna látszolni. Úgyhogy nem tudom, hogy ott milyen mágikus erők játszottak közben, de láttam már ezt, hogy az alapozás kiütött, úgyhogy azóta, mióta én ezt láttam, megpróbálom minél szebben kigurítani az alapozást. Aha. Látok, srácok, mert jó, ilyet ne csináljátok. Itt a sarkon. Látjátok, ezért jött koszi. Részt vettem egy átfolyát. Ennyi. Na. Most már fogolhatom le. A kosz nem jöttek fel. Jó. Oké. Tehát húzzátok ki annyira, hogy kényelmesen elérjétek vele. Amit el kell. Nagyon jó. Innentől lényegében már semmi más dolgok nincs, csak szépen gurítasz.
az a lényeg, hogy ne sajnáljátok az anyagot, minél vastagabban alapozzunk, annál több időt van elsimítani, mert ez meggátolja azt, hogy ez a cementes glettel is egyből kiszívja, elvonja a nedvességet a nemes vakolattól, ezért egy jó vastag alapozás plusz 2 percet nyerhet nekünk a simításra, ami lássuk be, nem kevés a simít az ember. Ugyebár itt a henger szőrének hosszúságát is lehet variálni, minél hosszabb a szőre, annál több anyagot tud felvinni, úgyhogy nem rossz döntés egy hosszú szőrű hengert választani. Most az enyém ez pont nem egy hosszú szőrű lett, úgyhogy kicsit többször kell mártanom. Kicsit most óvatosabban kéne, mert a szomszédnak itt áll a kocsia, nem akarom összecsapni. És amit mondtam, ugyanúgy, mint hogy a falat gurítaná, szépen oszlat be. Legyen szép. A másik, amit még gyakran kérdeztek, hogy mennyire érdemes kisnájdolni. A snájdolás azt jelenti, hogy a szélleket vittem a kávánál, hogy ecsettel kenjük el szépen a tövét. Szerintem annyira nem kell, én nem szoktam, ha ilyen 1-1,5 centit elhagytuk az ereszdeszka, se több olyan helyeken, ahol azt ecsettel ki kéne kenni, akkor sem lesz semmi baj, én nem láttam ezzel kapcsolatban semmilyen elváltozást. Annak idején, mikor még a zsákos nemes vakolatokat használtuk, amit már nem használnak az emberek, akkor észrevettem, hogy ott a szín egy kicsit elütött, kicsit világosabb volt, látszott az a kis 1 centis rész, ami nem volt kisnagyobb, de mondom, ez a zsákos nemes vakolat esetében volt, vödröseknél abszolút nem vettem észre semmiféle változást, esetleg annyit holni is lapozva, hogy gyorsabban szív a nemes vakolat, de egyébként más nem. Tehát, hogyha 1 centit elhagysz, a snájdolásnál, amikor alapozol, szerintem semmiféle probléma nem fog történni. Lényegében még már semmi más dolgunk nincs, csak gurigázunk. Ugye bár aki festőként állták szigetelősnek, mint én is, azok kimondottan szeretnek alapozni, nem ugye bár festőként elég sokat henger az ember. És ennyi, hogy végigmész visszafele, és szépen kioszlatod, mint hogyha a szobát gurítanál. Itt. Szóval az a lényeg, hogy vastagon alapozzatok, ne sajnáljátok. Látjátok, ez most nem is vitt föl, annyitok, ha kell, többször mártsátok, de mondom, egy hosszabb szőrű hengerrel talán még jobban boldogul az ember. Aztán szépen vissza kioszlatod. És így kell szépen tovább haladni. Ezt most így nem is csinálom tovább, srácok. A kávát értem szerint kis hengerrel, akár naggyal is kikenheted. Most az volt a lényeg, hogy az alapozót hogy állítod be, milyen sűrűségűre, meg a csiszolópapír, meg hogy szépen ki kell gurítani lényegében. Ennyi lett volna ez a kis videó. Tetszett, dobj egy lájkot, vártuk, rúgok egyet, skacok. Tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel. Sebestyén Imre voltam. Rászfutj!